Szia, Laz vagyok, üdvözöllek egy újabb videóban, ami a heti TLDR. Ez egy újabb videó sorozat lesz, ahol hosszabb híreket szeretnék betömöríteni kisebb és rövidebb verzióba, ugye ezért is van a TLDR, ami a Too Long Didn't Read angol szólásból ered. Ez magyarul azt jelenti, hogy túl hosszú nem olvastam el. A heti híreket fogom rövid verzióban bele tömöríteni ebbe a videóba, úgyhogy megértsed, és hogy tiszta legyen minden. Ezen a héten jött ki a The War Within World of Warcraft kiegészítő, pontosabban tegnap, augusztus 27-én, és akik nem vásárolták meg az Epic Edition-t, akik nem az Early Access-szel játszottak, azok tegnap óta tudják szintezni a karakterüket. Ma volt az első reset a játékban, ezáltal eléggé sok minden elérhető vált számunkra, nem csak azoknak, akik Early Access-szel játszanak, de azoknak is, akik a normális játékot vették meg, ugye a Base vagy a Heroic Edition, és csak tegnap tudtak elkezdeni fejlődni a karakterükkel. Szóval a heti küldetések azok most már elérhetőek, a heti prof küldetések is, ugye mindenféle ilyen kültéri programot, amik nem dungeonben vannak, hanem ilyen open world programokat el lehet érni most már. Úgy van, hogy ezen a héten lesz az, hogy az első, ugye ez a szakmai, ez a Spark, amit pontosabban úgy hívnak, hogy Fractured Spark of Omens. Ez, hogyha kettőt összevarázsolsz, ebből egy Spark of Omen lesz, amiből valamilyen itemet lehet majd craftolni a közeljövőben. Hogyha tovább megyünk, akkor a World Eventek is már elérhetőek. Az Isle of Dornon, ami az első terület, itt van ez a Theater of Trope, ez már elérhető volt az Early Access-ben is, de most már, hogyha megcsinálod, akkor kapsz egy zsákot, amibe lehet olyan item upgrade, vagy gold, vagy éppenséggel bármi más. Hogyha átmegyünk a következő területre, ami a Ringing Deeps, ott is már elérhető, ugye ez az Open World Event, az Awakening the Machine. Ide, hogyha bemész, ez egy ilyen 20 hullámból álló szenárió, hasonló, mint a Proving Ground, végigcsinálod, és ott is kapsz heti rewardokat, és ebből mount is eshet. Ha átmegyünk Hollowfallba, itt meg fogjátok találni a Spreading the Light Outdoor Eventet. Ide el kell menni, eliteket kell ölni, mobokat kell ölni, össze kell szedni néhány dolgot, és itt is meg lehet kapni majd minden hétre a csomagot. Ashkahedben viszont már úgy működik, hogy akik Early Access-szel voltak, azok biztos észrevették, hogy nincsenek World Quest-ek. Most, mikor kijött a reset, akkor volt egy küldetés, ami mindenkit elküldött Ashkahedbe, és akkor ott a Pact rendszerrel konkrétan ki tudtál választani magadnak egy reput. Itt annyi a lényeg, hogy háromfajta repu van. Van a Waver, van a General, meg a Vizier repu, és minden héten ki fogsz tudni egyet majd választani. Hogyha Dragonflight-ba játszottál, akkor ez hasonló lesz, mint az Obsidian Sanctumnál, ahol ki kellett választanod egy oldalt, ahova repuzni szeretnél. Tegnap megnyíltak a Heroic Dungeon-ok is, ahova minimum 551-es itemlevellel tudsz bemenni. Itt 1/8-as Adventurer gear esik, ami 571-es, és teljesen 593-ig fel tudod upgrade-elni. 580-ig csak Valor Stone-ra lesz szükséged, amiket dungeonből kapsz, vagy World Quest-ekből, vagy éppenséggel treasure-öket nyitsz ki. Ha nincsen meg az 551-es itemlevel elvárás, akkor azt tudod csinálni, hogy például bemész normálba, ahol 554-es itemlevelű itemek esnek, vagy pedig World Quest-eket fogsz megcsinálni, ahol minimum 1/8-as Explorer gear esik, ami 558 item leveltől kezdődik, de ezeket például meg lehet a aukciós házban is vásárolni. Bizonyára már észrevetted, hogyha elkezdtél World Quest-eket csinálni, hogy kaptál ilyen Restored Kafir Keys. Ez a Restored Kafir Keys, ez a dwarvesekhez lesz szükséges, amit jelenleg még nem ajánlok, hogy elhasználj. Méghozzá azért, mert hogyha megnézed a térképedet, ugye vannak a dwarvesek, kinagyítom a térképet, vannak a dwarvesek, amik így néznek ki, de hogyha ránézel egy másik dwarvesre azon a területen, akkor látod, hogy lesz egy megvilágított ikonú dwarves, ahova oda van írva, hogy Bountiful Dwarf. És akkor, hogyha te ide mész, akkor ha végignyomtad ezt a dwarvet, akkor lesz egy epic doboz, amit ezzel a Restored Kafir Key-jel ki tudsz nyitni. Jelenleg, mivel csak level 3-as dwarvesek vannak, ezért 1/8-as Adventurer gear tudsz belőle kilutolni, úgyhogy ez nem teljesen érdemes, mert ezeket a Heroic Dungeon-okból is meg tudod szerezni magadnak. Igaz, a dwarvesekben repu is esik, de hogyha csinálod az open world küldetéseket, ugye
megcsináltad a teljes sztorit, megcsináltad a sidequesteket, nyitsz treasure-öket és hasonlókat, meg például eliteket ölsz, akkor a reput elég szépen fel tudod magadnak építeni. Hogyha azt nézzük, nekem már van 2 darab 10-es, egy 9-es és egy 8-as repum, és nem mentem még Dwarfs-t Kafur Key-jel, maximum csak egyet, hogyha jól emlékszem, de nem ajánlom, hogy ezt csináljad, mert amint elindul a Season 1, onnantól kezdve a level 7-es Dwarfs-nél már 1/8-as Champion Gear esik, és hogyha megcsinálod a heti volthoz, akkor, hogyha a level 7-es Champion Gear-es Dwarfs-t csinálsz, akkor a heti voltból már 1/6-os Hero Gear fog esni. Hogyha tovább megyünk, akkor az elkövetkezendő 2 hétben igazából ezek azok, amiket lehet csinálni. Ugye level 3-ig csináltad a Dwarfs, és húzhatod Brennek a szintjét, ami level 60-ig megy, de ugye minél nagyobb a szintje, annál több XP kell. Úgyhogy ez egy idő után nem teljesen fogja megérni, hogyha kis szintű Dwarvekben próbálod őt felhúzni. Akkor tudsz reput farmolni például, vagy ugye küldetéseket csinálni, a területeket felfedezni, és például nagyon tudom ajánlani, hogy a Lore Hunter achievementet csináld meg, méghozzá azért, mert hogyha körbe repülsz a szigeten, és látsz ilyen nagyító ikonokat, akkor menj oda, és kattintsál rá, és nézd meg, hogy konkrétan mit is kell csinálni, van, amikor csak el kell olvasni valamit, mert ezek nagyon-nagyon sok reput tudnak adni, és próbálom is megtalálni, hogy itt van Lore Hunter, úgyhogy ezt mindenféleképpen tudom ajánlani, hogy ezt csináld meg. A Lore Master-t, ugye, ami a küldetésekhez van, azt jelenleg nem lehet megcsinálni, mert Hollowfallban még egy küldetésre várni kell a jövő hétre, amint kinyílik, de amint kinyílik a jövő héten, nagy valószínűséggel, akkor onnantól kezdve már az is elérhető lesz, és a játékosok meg tudják a Warwidden-es Lore Master-t csinálni, de jelenleg tényleg csak az a Hollowfallos 1 darab küldetés sorozat hiányzik, amihez ma kaptunk. Az egyik küldetést meg lehetett csinálni, de még egy küldetés hátra van, hogy ezt be tudjuk fejezni. Az Ördenhez, hogy tudjatok játszani az Allied Race-el, be kell fejezni a Warwidden campaign-t, de az jelenleg 2/5-ös szinten van, és meg kell várnunk nagy valószínűséggel egy következő részletet, amint el tudunk érni még több küldetést. Ugye ezek voltak azok a küldetések, amik ma elérhetőek lettek. Ha mindent úgy gondolsz, hogy megcsináltál, kigírelted a karakteredet, tényleg ezt úgy tudod megcsinálni, hogy Valor Stone-ból kell csak upgrade-elni a karaktert, tudsz magadnak pár epic itemet is vásárolni, például a repuból. Hogyha mindent megcsináltál, akkor azt is meg tudod próbálni, hogy mountokat farmolsz például. Nekem van 2 ilyen Honor Mansion mount, amit én személy szerint farmoltam, az egyik nagyon-nagyon hosszú volt. Az első az a Seasbarg Mount, ami így néz ki, ezt gyorsan meg is mutatom, ezt Ashkahedbe lehet farmolni, ott van egy elit, ha azt az elitet megölöd, akkor az nagy valószínűsége 60%-os drop rate-ja van elvileg, lehet, hogy ez picivel több, akkor fogsz kapni egy itemet. Ezt az itemet ki kell nyitni, ez egy küldetés, és végig kell csinálni ezt a küldetést, ez egy jó 8 órás küldetés Satsfer kb, és hogyha azt megcsinálod, akkor kapsz egy ilyen nagyon-nagyon menő mountot, de tényleg nagyon-nagyon hosszú idő az, mire ezt meg lehet csinálni. A következő mount, amit pedig tudok még ajánlani, az a Beledar. Ezt a mountot úgy tudod megszerezni, hogy elmész Hollowfallba, ahol 3 óránként a kristály, amit igazából mindenki Sargeras fegyverének a hegyének mond, átváltozik ilyen void színűvé, szóval aranyból lilává változik, és olyankor ez a mob megjelenik, aki ugyanúgy néz ki, mint a mount, és dobja ezt a mountot. Nem 100%-osan dobja, de ezt raid-el le lehet ölni, úgyhogy be tudsz jelentkezni például egy raidbe, ahol farmolják. Ez a mount nagyjából ilyen 30 különféle helyen jöhet elő, úgyhogy ilyenkor azt szokták csinálni, hogy kibedobálgatják az embereket, hogy jó, akkor ez ide megy, ez oda megy, és mindenki elfoglal egy spotot magának, hogy onnantól kezdve tudja majd mondani a többieknek, hogy merre is kell menni, mikor előjön ez a mount. Hogyha szeretnél még ennél is tovább menni, akkor tudsz alt karaktereket is szintezni, bár ezzel az egyetlen probléma az az, hogy az Early Access-ben volt egy ilyen úgynevezett kicsit bugos volt az Early Access-nél, mikor átjöttek a 70-esek a Warwiddenbe, olyan erősek voltak, hogy hihetetlen, a 70-es karakterek tényleg ilyen 1 millió overall DPS-eket toltak, és one-hitelték a mobokat a dungeon-ökbe. Ezt ezen a héten update-elték és megváltoztatták, szóval nagy valószínűséggel ez már nem fog így működni, hogyha erről te esetleges módon lekéstél, és nem tudtad a karaktereidet szintezni, attól függetlenül, hogyha alt karakterrel játszol, minél több alt karaktert felhúzol,
annál több XP-t fogsz kapni majd a dungeonokban, és ez konkrétan úgy működik, hogy itt van, én jelenleg 3 karaktert felhúztam, minden egyes karakter, mikor eléri a maximum szintet, akkor kapsz egy 5%-os XP bónuszt. Mivel én 3 karaktert húztam fel, ez már 15%, hogyha a negyediket felhúzom, akkor az lesz 20%, és ezt maximum 5-ig tudod megcsinálni, ami 25% teljes bónusz fog neked adni erre az egészre. Szóval, nagyjából ennyi is volt már, nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, és meghallgattad a éreket, hogyha bármi kérdésed van, gyere fel a Discord csatornára, aminek a linkjét megtalálod ennek a videónak a leírásában, és ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, írd le kommentbe, hogy neked melyik az az activity, amit te a legszívesebben csinálsz most az első héten, és mik a terveid a következő pár napra a Warvidinben. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó, további szép napot kívánok, szia!